Kedves pajtársaim! Az értelmező kézi szótárt ma reggel megnéztem, hogy a pajta mit jelent és a pajtás mit jelent, és elhatároztam, hogy én idejövök, az első mondatomban az lesz, hogy kedves pajtársaim. Én lassan betöltöm a 85. évet, és máma vettem tudomásul egy visszaemlékezésnél, hogy 72-73 évvel ezelőtt voltam Pajtak Színházi kisgyerek, egy Szabolcs megyei kicsi falucskába, ami ugyan nem pajta volt, csak egy kocsi szín, és csak 25-en voltunk benne, de nagy tiszteletű református pap édesapám elhatalmazott, hogy ezen az egyetlen napon, minden évben ki lehet gúnyolni a jegyzőt, a kisbírót, a papot, a szomszédot, az ellenfeleket, a keresztapát és mindenkit. Remekül mulattunk. De nem ez a fontos mondani való. A fontos mondani való az, hogy évek óta mondjuk különböző fajta konferenciákon, hogy el kell hitetni azt a, azt a tévhitet annulálni, hogy a kultúra örökölhető. A kultúra, kérem, nem örökölhető, minden generációnak tetőtől talpig, első pillanatától a vevőség újra a birtokába kell venni. Tehát minden olyan alkalom az egész magyar társadalomban, amelyik tudást, tapasztalatot, élményt viszel másik ember elé, és ebben az információ mennyiségét megöveli, létfontosságú kérdés. Egy pici történetet szeretnék elmondani, amit vigyetek haza. Az én elnöki tanácsadó testületemben van egy világhírű magyar agykutató. Ez a világhírű magyar agykutató néhány hónappal ezelőtt fölhívott telefonon, és azt mondta, hogy egy szükített elnökséggyűlést hívjunk össze, mert egy fontos mondani valója van. Kérdeztem, mondd, köze van a művészetekhez? Azt mondta, természetesen különben nem mondanám. Eljött és elmondta, hogy éveken keresztül öt magyar agykutató vizsgálatot végzett, hogy körülbelül 30 emberi tulajdonság közül, és ti mindannyian tudtok 35 egy pillanat alatt mondani, amilyenek mi vagyunk, az attitűdünk közül, melyik az, amelyik a 180 milliárd agysejtünket és azon keresztül az immunrendszerünket, a testi, lelki fenntartásunkat, jólétünket elősegíti. Látottam, nagyon okos emberek találgattak ezt, meg azt senki nem találta el. Barátom mondta, hogy akkor szabad a gazda, szabad a gazda, és azt mondta, ez az öröm. Az öröm az az emberi tulajdonság, amit minden létező emberi tulajdonságnál sok esetben még a szeretet fölött is van, amit hát én, mint papgyerek, azért ugye kicsit megkérdőjeleztem, de mégis azt mondtam, hogy igen, az öröm. Az az öröm, amivel a közlés, a kultúra különböző szegmenseinek a dolga, a szép kép, a szép ugor, szobor, a jó színházi előadás, a remek tánc, a kitűnő könyv, a remek filmből adódó öröm, amit nekünk ad. Olyan országban élünk, ahol vannak politikai erők, amelyek semmi másra nem törekszenek, mint annak az örömérzetnek az elvételére, amely örömnek egyébként a körülményeit 10 millió emberből 9 millió 800 ezer hihetetlen energiával, szeretettel, munkával, áldozatvállalással előteremt. Én azt kérem tőletek, hogy örüljetek. Örüljetek, örüljetek annak, ami van a gyereknek, az unokának, a nagyszülőnek, a darabnak, a dramaturgnak, a táncosnak, a díszlettervezőnek. Legyetek egyek ezekben a színházi előadásokban, és ha korosodnak a gyerekek, akkor adják át a stafétavoltot másnak, mert örülni kell, mert van okunk az örömre, és szerintem az Úristen bennünket arra teremtett, hogy vegyük észre a teremtett világban, hogy hihetetlen mennyiségű örömforrás van. Hát akkor örüljetek együtt a mai napon. Köszönöm a résztvevőknek a munkáját.